ismét eltelt egy év, és ismét eljött egy pillanat, egy olyan pillanat, amely arról szól, hogy megemlékezhetünk egy olyan emberre, sportemberre, mint a Bad Pál, aki mind az ASE, mind a PSE színeiben futbolozott és játszott. Én úgy gondolom, hogy méltó szervezés alatt folyik ez a torna. Hornyák László a Millennium Aranycsapat 2000 Paksért Gyermek és Ifjúsági Labdarúgó Alapítvány elnöke, Blad Pál barátja és játékostársa köszöntötte az idei teremfoci torna csapatait. Az eseményt természetesen az egykori sportember családja is a helyszínen tekintette meg. A házigazda atomerőmű ESE és Paksi ESE mellett a Szekszárd, a Baja, a Kalocsa és a Mohács U7-es együttesei körmérkőzéses rendszerben 12 perces meccsekkel emlékeztek a kiváló labdarúgóra. A mostani ASE U7-ről azt kell tudni, hogy edző kollégámmal, Klopcsiknél, Somorjai Máriával végezzük heti két alkalommal az edzéseket, 24-26 fővel. Nagyon jó hangulatú edzéseket tartunk, a gyerekek nagyon élvezik, ezeket a teremtornákat már nagyon várják és számolják vissza a napokat edzésen, hányat kell még aludni, mikor tudunk játszani, tehát egy óriási élmény edzőként is ezt megélni, és a gyerekeknek is látni az örömöt az arcán. Esetleges szempont az, mivel rengeteg az új gyerek, tehát ugye az idei év a toborzásról szól, és ez a 30 gyereket ezt meg kell ismertetni a szabályokkal, illetve a labdával. A labdaérintés, a minél több labdaérintés, ez amit gyakorlunk. Egy edzésre jó lenne 6-800 labdaérintés belepuszítani a gyerekbe, ezen vagyunk, működik is, és hétről hétre mindig látom, hogy ki az, aki fejlődik és lépeget előre. Az óvodások hatalmas lendülettel és elszántsággal vetették magukat a küzdelmekbe, olykor ritkán látható szép gólokkal örvendeztették az edzőket és a kilátogató érdeklődőket. A hatodik Blad Pál emléktornát végül a Baja nyerte a Kalocsa és a Szekszárd előtt, a további sorrend Mohács, Atomerőmű ESE, Paksi ESE. A nap végén az egyéni díjak is gazdára találtak, a legjobb ASE játékos Reichert Ákos, míg a legjobb PSE futbolista Szó Tamás lett. A szakemberek a torna válogatottját is megválasztották, minden csapat egy főt delegált. A paksi piroskékektől Szabó Barna, míg a zöldfehérektől Schmitzberger Máté került a legjobbak közé.